Én Shakespeare-ről soha iskolában, egyetemen egy sort nem hallgattam, és nem hallottam. Nekem Shakespeare úgy hát lett életemnek része, és jó része, hogy mindig az érdekelt, hogy hogy rajonghatnak a mi nagyjaink, Petőfi, Vörösmarty, Arany, valakinek a művei iránt úgy, ahogy rajongtak. És ha ők ilyen hatalmasak, akkor milyen lehet az, akit ők hatalmasnak látnak? És akkor így kezdődött tulajdonképpen az én érdeklődésem. 10. osztályos koromban, ez hát 72-ben volt, 1972-ben. Azóta természetes, hogy hallgattam Shakespeare-t, de nem egyetemi előadásként, hanem mindig találkozókon, meg nemzetközi, meg hazai különböző szemináriumokat magam is szerveztem, részt vettem rajtuk, részt vettem konferenciákon több országban, és hát ez alkalmakkor nyilván, hogy az, amit hallottam, amihez részem volt, amiben én is kis szerepet játsztam, az érlelte a Shakespeare képet. De alapjaiban a Shakespeare kép az nem változott meg, hiszen már legbelül az munkált liceumista koromban, hogy Isten jelenvalóságára ráébreszteni az embert. Ez a Shakespeare-i alap, szerintem. Sok minden van, de számomra ez, ha kérdezted. Tehát ez, amikor érzi az ember, hogy a mikroteoszokról beszél, hogy minden figurája, minden karakter, ha pozitív, ha negatív, ha egy negatív hős a végén megbánja bűneit, lásd a tragédiák híres bűnbánói, akkor is ott van benne a halhatatlan rész. És ez csoda Shakespeare-nél. Már a gépészmérnöki elvégzése után, 82 után rögtön a tanügybe kerültem, én úgy éreztem, hogy itt tudok teljesebb munkát végezni, termékenyebb munkát, és akkor, mint mérnök tanár taníthattam műszaki egyetemen, és szilárdságtan, meg más mechanika tantárgyakat tanítottam, de emellett mindig megmaradt az a régi vágyam, hogy filmrendező leszek. Tulajdonképpen tehát a tanításról annyit, hogy most, mint egyetemi tanárként alkalmam van, és nagyon nagy köszönet az égieknek érte, hogy alkalmam van beszélni arról, amit érdemesnek tartok továbbadni. Én a tanár szerepét a tanításban is abban látom, hogy mindig fölébreszteni az autodidaktát. Én mindig úgy kérem az előadásaim anyagát, hogy mi a véleményük róla. Ha elolvasnak egy könyvet mondjuk etikából, mert egyik tantárgy etika, amit tanítok, akkor én szemináriumon rá mindig arra vagyok kíváncsi, hogy az olvasott mű, az milyen belső érzéseket indukált abban, aki elolvasta, mert megnyilvánul egy ember. Ő benne van a műben. És nagyon nem szeretem, mikor mások által megfogalmazott mondatokat másolnak, azokat le is szoktam osztályozni. Tehát fontos az, hogy önmaga legyen az ember, és merje elmondani, még akkor is, ha nem tetszik egy híres műről, hogy miért nem tetszik. Mert hát ilyen, és akkor de legalább őszinte. Tehát a tanításaim, az egyetemi előadásaim során azt szorgalmazom minden egyes egyetemi hallgatóban, hogy merjen önmaga lenni, és merjen adott időben bátor is lenni, meg hát merjen tovább gondolni dolgokat, úgy akár csendben is, meg hát közönség előtt is. Most egyetemen tanítok, mint etika, kommunikáció és humán erőforrás menedzsment tanár. Ennek az a rövid története, hogy amikor Sepsiszentgyörgyön létrejött a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata, akkor elindult az első év, elindult a második év, ez gazdasági szak, és harmad évén bejöttek ezek a tantárgyak, amiket én most tanítok. Nem volt, aki tanítsa. És akkor az akkori igazgató, ő keresett erre valakit, legyen doktoria, kommunikációhoz legyen köze, hát a film, addig már megvolt nekem a Gianluca Caragiale Film és Színházi Intézetben szerzett doktorim, erre szükség volt, és hogy hát akkor már az etikát, mivel az irodalom mindig érdekelt, meg a színjátszás, ezt úgy össze lehetett kötni.
És akkor ezt jó néven is vették, és nekem rögtön megadták az egyetemi adjunktusi pozíciót ezekért. És akkor így kötődik. Gyakorlatilag, meg hát ami még ide köthető, az a, hogy is mondjam, szféra az ember életében, ami a láthatón túl van. Tehát engem nagyon érdekel az a világ, ahol különböző, nevezzük égi erőknek, vagy nevezzük segítőknek, vagy isteni, vagy különböző megközelítésben, különböző módon azok a láthatatlan, de létező energiák, erők, hatalmak, akik velünk vannak, akik nélkül elképzelhetetlen most az én életem. Persze úgy érzem, hogy ide bizonyos állomásokon keresztül el kellett jutni. A 4 éves népi művészeti iskolai filmrendezői képzést elvégeztem, ugyanakkor párhuzamosan majdnem ezzel a 4 éves színész képzést, a népfőiskolait. És mivel érettségim évében, 1974-ben a Bukaresti Film és Színház Akadémián nem sikerült a filmrendezőire bejutni, 156-on voltunk 7 helyre, nem is tudtam annyit, hogy bejuthassak, 25 évre rá pontosan doktoráltam ugyanabban az egyetemen, és akkor úgy éreztem, hogy a lépcsőkön lefele lépkedve, mikor a kezembe volt a bizottság döntése, hogy egyértelműen visszavonulás nélkül adják meg a maximális jegyet az én doktori disszertációmra, meg fenntartásomra, úgy éreztem, hogy hát a filmrendezői is sikerült valamennyire ezzel. Amivel most foglalkozom, az a Mozivarázs címen, a helyi rádióban egy film ismertető bemutató, mivel 15-16 percesek, 14, mikor, melyik, mennyi, ezért lehetőségem van arra, hogy filmtörténeti szempontból megnézzem. Megnézzem olyan szempontból, hogy kik játszanak, tehát a karaktereket kik alakítják, és mit láthattunk még velük, ugye? És természetesen fontos az üzenet. Ezt a szót ma már olyan furcsán hallgatják a mostani 20 meg 30 évesek. Én számomra nagyon fontos. Ha megfogalmazom, ha nem, de ha nincs üzenet, akkor szétesik a dolog. Tehát úgy tartom, hogy akár a világirodalomban, akár a bármelyik művészeti ágban, ha nem volt üzenet, és az nem volt tiszta valamennyire szép, cizellált, élvezetes, a gyönyörködtetve tanításban is van egy ilyen szándék. Ha ez nincs meg, akkor az egésznek lehet, hogy ma értéke van, mert a kritika úgy tartja. De 15-20 év múlva már senki nem beszél róla. Hát vannak ilyen Oscar-díjas filmjeink is, tudjuk meg. Hát vannak, Oscar-díjat nem kapott, de mai napig az első 12 jó filmen, legjobb filmen szereplő filmek is. Tehát erre próbálom az én elképzelésem szerint, hogy mi az, ami megszívlelendő üzenet. És ez természetesen minden filmnél más, és minden színésznél, hogy mire figyeljen a néző, hogy mit sugall, hogy milyen kamera beállítások vannak, hogy milyen képvilága van a filmnek, hogy mi az, hogy neorealizmus, hogy free cinema, hogy az angol, francia új hullám. Tehát azért ezeket is bele-bele szövöm egy-egy alkalomattán egy-egy filmalkotás bemutatásába. Tehát gondolom, hogy több rétű a megközelítés, és ezért is számíthatott érdeklődésre, megmondhatom így utólag, hogy akár sikerre is ez a 2 hetente sorra kerülő adás. Mindig hangsúlyos az, hogy értékek maradjanak, értékeket hozzunk létre, hogy a butitást valahogy elkerüljük. Ez csúnya szó, de ma a televíziókban én óvom a diákjaimat. Én mindig azt mondom, hogy inkább menjenek ki a természetbe, inkább egyebet tegyenek, mint nagyon sok, bocsánattal legyen mondva, kereskedelmi adó, hát agymosó, hát ezek nagyon durva szavak, de így tudom mondani, mert erről van szó. Tehát addig, amíg nem az értékeinket nézzük, és az embereket tömegemberré, a tömeg létbe való bezuhanás fele irányítjuk, mint a juhokat, ez roppant veszélyes.
Ezért hívom fel a figyelmüket, hogy amikor vannak kitűnő, nem tudom, szabad-e itt mondani, hogy például a Duna Televíziónak dicséretes és remek előadásai, ami rólunk szól, ami a népünkről szól, ami táncainkról szól, ami a dalainkról szól, ami most a virtuózokról szól, hát ezek gyönyörök, ezek gyöngyszemek. Na most erre fölébreszteni a mai embert, hogy ezt nézd, és aztán, ha majd arról van szó, ami egyébről szól, akkor inkább olvasson könyvet, mert az hasznosabb, mint hogy rontja a dömpingbel ugye magát. Ez olyan, mint a rossz, ugye, ahogy mondod, mint a rossz orvosság, hogy beteggé tesz. És az elmét, ha megbetegíti, szerintem az egy roppant káros, a legkárosabb. Minden ott dől el, fejünkben. És még az egészségünk is a fejünkben dől el. Na most, hogyha bombázzuk ezt az érzékeny, drága pontot, helyet, akkor nyilván, hogy megszenvedi a test, megszenvedi a lélek, megszenvedi a szellemünk, és megszenvedi a környezetünk, mert nem vezet jóra. Én tematikus kert terveket is készítettem a Shakespeare-i életműre. Az egyik tematikus kert az arról szól, hogy melyek azok a művek, amelyeket neki tulajdonítanak, melyek, amelyeket nem tulajdonítanak neki, de több valószínűség szerint azok voltak az ő művei, apokrifnak nevezett művek. Ezekből egy ilyen tematikus kertet képzeltem el, létrehoztam, maketet készítettem, és ajánlottam több ország kormányzatánál, polgármester hivatalban, Romániában, Magyarországon, Csehszlovákiában. Még Budapesten is volt rá kérés a Ferencváros környékén egy időben. Tehát ezek foglalkoztattak. A másik meg az, hogy a magyar Shakespeare honosítás, ezt találom én nagyon fontosnak, hogy ebben van részem, vagy ami részem van, hogy megismertetni azt, hogy milyen hatalmas kincs volt, amikor már az 1700-as évek végén eltervezik, aztán az akadémia akkor megjelöli a drámákat, hogy melyeket fordítsanak. Később Arany János vezetésével, a nagyvállalkozásnak nevezett Shakespeare fordítások alkalmával ugye lefordítják a teljes életművet. Hát másodikként Európában, meg a világon, ez egy csodálatra méltó dolog, és hogy irodalmunknak része lett a Shakespeare-nek tulajdonított életmű. És erről, hogy hogyan történt, kik voltak azok, akik ezt a honosítást, milyen időszakban, mikor, hogyan végezték, főképp Arany János irányítása alatt, és hogy ki volt az a szerbboltos fia, aki Tomori Anasztáz, aki erre áldozta az örökölt vagyont, ez egy nagyon szép történet. És fontos talán számunkra. Tehát gondolom, hogy az akadémián nekem, és ami tetszett az örökös elnökünknek, Makovec Imrének, Isten nyugtassa, elbeszélgetésünk után mondta, hogy érdekes, hogy te is, mondta nekem, hogy te is arra törekszel, hogy valami újat, amit addig nem csináltak. Ha még pici dolog is, de újat, amit nem csináltak. És neki pontosan ez tetszett, hogy én ma akadémikus vagyok, az annak köszönhető, hogy a makettet látva, mondta akkor Imre, hogy ez az elképzelés ez számára ilyen érdekes ötlet, és úgy látja, hogy ebben van jövő, hanem másképpen, mint ötlet is. És ennek volt, gondolom, a könyveim mellett hangsúlyos része abban, hogy én most itt ülhetek, és készülhet az interjú. Úgy elképzeltem, hogy mi lenne, hogyha élőfák jelképeznék mondjuk az életművet, és aki ott sétál szerelmével, vagy egyedül, vagy a terveivel, akkor az nem csak friss levegőt tud magába szívni, hanem látja azt, hogy hát ezt a művet lefordították nagyjaink, megjelenik Vörösmarty, Petőfi, Arany, Babits, hát minden nagy költőnek a neve, hát akkor ez tényleg valami érték lehet, meg idézetek, és akkor egy ilyen kis világban tudna ott akár 2,5 hektáron sétálni, meg hát úgy gyönyörködtetve tanulni.